Mi vagyunk, ugye mi? Hello! Szép jó estét kívánunk mindenkinek! A negyedik mérkőzés mellettokon belül kezdődni fog. A részvevő csapatok pedig a szokásosak. Bucival fogjuk nektek ezt lekommentálni. A szokásosak, mármint hogy a CLG és a TSM most egyelőre egy... Elhalves. De attól függetlenül ugye egy pont hátrányban van most a TSM atyagatya. Darsanról mondtuk, hogy ő nagyon szeret... akaratot érvényesíteni a felső ösvényen. Hát most az előző mérkőzésen közel 1000 sebzése volt percenként. Van olyan játékos, akinek egész mérkőzéseken nincsen 1000 sebzése. Szóval ez... De... Na mindegy. Szóval Dásra egy állat. Volt már ilyen is, hogy Boaz 500 körüli sebzést osztott Boaznak ki. Is meg... Igen, neki is volt. Csak a hősökre, de hát neki akkor teljesen más feladata volt azon a meccsen. Most viszont azért megmutatta Darsan ezzel a Poppival, hogy egyrészt azt, amit még Mumussal beszélgettünk az elemzői, azt mondja, hogy akár az 1v2-es szituációkat is letudta húzni az gyönyörű volt. A 12. percben. Tehát hogy még nem is az a szét feedelt, vagy szét tankosított Echo Poppy volt, aki a kezében volt, hanem egyszerűen csak szépen fordult vissza. Pont az azt, hogy nem is a tankossággal hozta le, hanem a ragyogással fejbe kólintott két embert. Pontosan. Úgyhogy a TSM-nek most mindenképpen fel kell kötni a gatyáját, hogyha szeretné ezt a döntőt megnyerni, ugyanis most ezt a meccset, illetve a következő meccset is be kell zsebelnie abba a felkötött gatyába, amit most, hogyha felkötnek, akkor sikerülhet, és ezzel ugye... Azt már nagyon magasra kell kötni amúgy. És ezzel egyébként visszavághatnának a CLG-nek a nyáron elszenvedett vereségért, viszont a CLG most előnyben van 2-1-re. Az a kérdés igazából csak, hogy ez morális előnyt is ad-e vajon a CLG-nek, vagy ez pont arra buzdítja a TSM-et, hogy srácok, szedjük már össze magunkat, mi az Isten van? Mert én szerintem egyébként a TSM-ben pont megvan a lehetőség, hogy bármelyik érvényesüljön. Ez így van, ezzel teljes mértékben egyetértek is, azért Double Lift is. Pont őre akartam én is kitérni. Én is azt gondolom, hogy Double Lift lehet itt a kulcs ember, mert a többiek én úgy gondolom, hogy nem nagyon dobhatják el magukat, illetve a csapatot. Azért Double Liftnél bármennyire is nem volt rossz, de azért nagyon sokszor találta el Afromu, egyrészt az ő végső képességével, másrészt a kábítások is nagyon szépen jöttek ki attól a bártól, és a tiltási és választási fázisba érkezvén jön a Soraka, jön a Ryze, illetve az Echo tiltást nem adják oda még egyszer Huhi kezében, ugye kétszer is elhozta már a középső ösvényre ezt a hőst. Durva. És mind a kétszer azért akkor meg tudták nyerni a meccset. Pedig egyébként pont az lett elmondva, hogy annyira nem biztos, hogy mindig tudja érvényesíteni az akarat ez az Echo középső ösvény. Hát tűnik, hogy a CLG tökére fejlesztette ennek használatát, vagy jóra. Minden esetre Maokai tiltást szintén érkezik a CLG-t ugyanúgy, ahogy Poppy is, hát... Mondjuk úgy, hogy ez egy érthető tiltás teljes mértékben. A Poppy egy nagyon erős karakter. Én úgy gondolom, hogy bárki is irányítja, ráadásul még a 6.7-es változtatásokban érkező gyengítés sincsen meg. Ez így van. Jelenleg ezen a döntőn. Az első választás a TSM-nél. És ugye Poppy vagy Nidalee, ezen gondolkodhatott a CLG az utolsó tiltásnál, hogy kit érdemes erre a listára helyezni. Csak hogy viszont ugye ott van Kindred is? Hát igen, pontosan nincs a tiltó listán Kindred, így viszont átengedi a Nidalee választás valószínűleg a TSM-hez. A CLG viszont az első meccsből okulva azért meg lehetett fogni, vagy legalábbis, ha nem engedik Svenskerennek a Nidalee-ját elindulni egy-egy gyilkossággal, vagy támogatással, akkor bármennyire is le fogja farmolni a csillagokat is az égről, illetve az ellenfél dzsungeléből, onnantól kezdve, ha nem lesz kellősen sok sebzése, illetve nem fog annyit gyógyítani, akkor meg lehet fogni, és ezt egyszer már a CLG ma megmutatta, hogy nem biztos, hogy akinél a Nidalee az nyer. Ajaj, láttam, hogy felteszed a kezed. Lélegzeteket visszafojtani, Darsannak drukkolni. A háttérben érkezik is a predikció egyébként, és igaza is van. Maradjunk annyiban, hogy azért érdekes volt még a Kalista pedzegetése is, hiszen ezzel azért Double Liftet lehetett volna megfosztani ettől a lövésztől. Viszont felmerült a kérdés, hogy akkor most Stixé Caitlyn nélkül játszani egy mérkőzés, és nem biztos, hogy ez annyira jó a játék végső szakaszát tekintve, ahol viszont a TSM ha egy csapatharcot megnyer, akkor igazából a másik győzelmét is megszerezhetné. Ami biztos egyelőre, hogy van egy Alice választás X-Mitty-nél. Láttuk már a mai nap folyamán, hogy Alice-szel jól meg lehet hógolyózni egy ösvényt. Ez így ha van. Ha érted, hogy értem. Viszont a csapatharcokban mondjuk úgy, hogy kevésbé tudja kivenni a részét ez a karakter.
még talán hasonlóképpen lehet vélekedni Thranduilről is. Pontosan ugye egyrészt a kábítás ez nagyon jó lehet, illetve a korai sebzése Alice-nek mindenképpen ott van, és Double Lift meghúzza azt a vészféket. Én már lehet, hogy azt mondanám, hogy nem adjuk oda Stixeynek azt a Caitlyn-t, majd én hozom le vele a játék késői szakaszát, és a korai ösvényfázist is. Úgyhogy Caitlyn és Alistar kombója lesz majd az alsó ösvényen, Double Lift és Yellowstar kezében, Svenskeren Nidalee van még meg, innentől kezdve Hauntzer és Bjergsen vár még majd hősökre. Erre viszont válaszolhat majd most a CLG, és mivel ők vannak a piros oldalon, ugye az utolsó választás joga is náluk lesz, tehát valamilyen szinten ellen választani lesz lehetőségük. Erre gondoltam egyébként pont, hogy esetleg az Ezreal-t el lehet-e hozni, el fogja hozni, az már biztos Stixey, és így van lehetősége megmutatni, hogy tud a saját karaktere ellen játszani is. Hát a másik ikonikus választásával, a Frumónak pedig megmaradt a Bard, és felső ösvényes lesz a Thranduil? Az biztos. Pontosan, a következő két választás joga pedig a TSM-nél lesz, ugye nekik még kell egy felső ösvényes és egy középső ösvényes karakter is. Ami egyelőre az igazi kérdés az az, hogy vajon a Thranduil felső ösvényre mivel szeretnének majd reagálni, hiszen azt már tudjuk, hogy ez nem egy támogató Thranduil lesz, hogy ezt az imént is kifejtettem. Az viszont biztos, hogy Bjergsenre most reagálni van lehetősége majd Huinak. Pontosan, és azért Afromu bárja megmutatta az előző meccsen is, hogy miért olyan ikonikus választás az ő nevéhez köthető karakter. És hogyha hasonlóan jó játékot tud hozni ezen a meccsen is, akkor bőven lesz kábítás majd a CLG csapatánál. A kérdés az, hogy Hauntzer marad, igen, marad ennél a Gragasnál. Ez nem egy overkill, ne haragudj! És a középső ösvényre pedig majd Lulu érkezik Bjergsen kezébe. Nem egy rossz választás a Lulu, sőt, Lulu egy erős választás lehet, de... És az ösvényen is egyébként nehéz ellene bírni, vagy megmaradni. Viszont így a játék végső szakaszára nagyon nagy hangsúlyt helyez a TSM. A kérdés, hogy mit csinálnak előtte, mert ha korán elvéreznek, az a harmadik győzelme a CLG-nek. És hogy ennyire végső szakaszos csapatot összerakni lehetséges, hogy túl kockázatos. Az utolsó választáson elég sok minden múlhat, viszont az Alice választást is egy kicsit előrevetítettük, hogy hát meg tud indítani egyesményt elég rendesen. Főleg saját magával is, hogyha ideje korán be tudja fejezni a rúna vízhangot, akkor azért bőven van korai sebzése annak az Alice-nek, a méregcsípések és a jó fel- és leereszkedések, azok mindenképpen jók lehetnek. Jön Twisted Fate. Érdekes. Azért gondolom ezt egy érdekesebb választásnak így végül, mert persze orgyilkos biztosan nem hozhat Lulu ellen egyértelműen Hui, hiszen az átalakításnak köszönhetően mindenféle sebzést meg lehetne fogni az orgyilkostól, és így konkrétan egy karaktert ki lehetne venni a CLG bázisából. Viszont az, hogy Twisted Fate-et hoz, azzal megvan lényegében az ösvénytakarítása a CLG-nek, ez biztos. Van lehetősége kezdeményezni is a CLG-nek, ez is biztos, még ha némileg kockázatos is. Viszont a csapatharcban nem igazán tudom, hogy mit tudna csinálni a CLG. A Twisted Fate választás most ide vagy odarakva, ez most nem a lényeg. A többi választással így egyetemben, gondolom. Hát alapvetően ők szerintem a kábítás vonatra tették rá a hangsúlyt, tehát egymás után érkezzenek majd a kábítások. És ha az első nem érkezik, akkor? Akkor visszavonulunk, vagy elhozzuk 1v1-ben a dolgokat. Visszavonulunk, majd utána azt mondjuk, hogy akkor egy-egy embert fogunk kiszedni. Ugye pont azt beszéltük Mumussal is, hogy talán a TSM még az előző meccsen is jobb volt. Hoppá! Sziasztok, srácok! De hogy az előző meccsen is jobb volt a csapatharc kompozícióban, és jobban tudták lehozni a csapat küzdelmeket is, és például a kettő darab őrangyalnak köszönhetően azért látszott, hogy valahogy szeretne készülni erre a CLG. Most is lehet, hogy inkább azt szeretnék, hogy jó, majd érkezik Nidalee a felső ösvényre, Thranduil-el igazából megeszem azt a kis cicát, meg megeszem még a nagy pocakos Gragaszt is, és szépen majd mindenki megindul a saját ösvényén, a csapatharcot meghagyjuk. Annyira édesek vagytok, ahogy itt duruzsoltok ketten, nem ismertem beleszólni igazából. Viszont azért mégiscsak itt vagyunk az Észak-Amerikai LCS döntőjében, ahol ugye a negyedik mérkőzésnél járunk. Többször kiemeltitek ti is, hogy a CLG-t egyetlen egy mérkőzés, pontosabban egyetlen egy győzelem választja el, attól, hogy a kezébe tudja tartani azt a kupát, úgyhogy a tét hatalmas, és...
Gondoltam, egy kicsit felébreztek mindenkit, úgyhogy vegye is kezdetét a rock and roll! Meg a széles terpesz. Yeah. Igazából a tükör idézői képességeket láthatunk minden oldalon. Középső ösvényen ugyanúgy megvan a teleport, mind a két játékosnál. Ugyanúgy, ahogy a két égetés és az alsó ösvényen, ezt a Yellowstar-nál egy kicsit megkérdőjelezhetőbb, miközben Hunter óriásit bulizik a saját dzsungelében. Ez a Rednek, nem tudom, Gragas kb. Óriási mozgáskultúra, tehát ez hiányos. Táncolni mindenképpen nagyon jól. Tudsz Menszkeren pedig megmutatja, hogy hogy lehet fejjel a falnak is játszogatni, de attól függetlenül... Nagyon jó. Élvezik a játékot a srácok, én úgy gondolom, mint ahogy mi is élvezzük a kommentálást, és így a legjobb, én úgy gondolom, egy döntőt végig ér. Képzelem, hogy az operatőrnek lesek, te figyelj, ezt nem biztos le kéne. Mi történik valami másunk, figyelj, ez legalább érdekes, ne viccelj. Innentől kezdve ezt is láthattuk, hogy jó hangulatban kezdi meg a mérkőzést a TSM, vagy pedig bebagolt valamelyik billentyű kombináció. Na de, összességében tarcig folytatódik az előbbi kijelentése, tükörjáték, tükörválasztás, tükör van mindenütt. A kérdés az tényleg, hogy ki fog ebből vajon jobban kijönni, ki az, akinek előbb-utóbb el kell térnie a tükörkép által nyújtott teljesítménytől, vagy trükköktől, vagy játéktól. A TSM van egyértelműen rosszabb helyzetben, mert ha ő hibázik, akkor hát neki c'est la vie. Kulcsmesterségek pedig, ahogy láthatjuk, is megszokottak a kezdeményezés, jó az égetés, és kimegy Afromúra, itt igazából még baj is lehet, de éppen, hogy nem sikerül eltalálni a Piltoveri, meg a Pintoveri bültetéssel sem. Double lift, ha villant volna, szerintem megvan a gyilkosság, viszont ezt nem cselekedte meg. Nem. És ezért Stixi sem választott rosszul. Azért Caitlyn ellenében, hogyha már kiemeltük az előző meccsen, vagy kiemelték Iovine és Nono kolléga, hogy azért a Kalisztával el lehet ugrálgatni. Gyönyörű szép sárga kártya érkezik közben, hújtott, de Björzennek kiment a villanás, ahogy Huhinak is. X-Mitty pedig beköszönt, majd megy tovább, mind a nyolc lábát szedi szépen. Svenskeren van ott még a közelben, meg is találja X-Mitty. Szerbusz egy gubó, szerbusz egy pók, szerbusz még egy villanás. X-Mitty nem csinál semmit, csak járkál, na jó, ez túlzás, de már is két villanástól megszabadította magát a TSM. Egyébként igen, ahol megjelenik, ott két darab villanásnak távoznia kell a TSM csapatából. Egyelőre teljesen sikeres a bóklászása, a járkálása, a sétálgatása. Hunter pedig kicsikét megharapja a Darshan-nak a trendője. Az a kérdés, illetve az a kérdés merült fel bennem igazából, hogy Darshan vajon mennyire tudja majd büntetni azt a Gragas választást. Nem is konkrétan büntetni, hanem esetleg rajta is eluralkodik-e a Trundle betegség. A Trundle Core, tehát hogy végig megye majd a felső ösvényen, ha 8 halála van akkor is, vagy esetleg majd a csapatára is fordít hangsúlyt, mert egyébként Darshan más karakterrel is képes erre. Én úgy gondolom, hogy ezért fontosabb, hogyha most a csapatára fordít hangsúlyt, pont azért, amit kiemeltünk a játék elején, hogy mi van akkor, hogyha elindul egy csapatharc, nagyon jól kell pozícionálni, és azért pont Twisted Fate-tel lehet. Svenskeren érkezik, X-Mitty szindróma megvan, megjelent, és azonnal kiadta magából a villanás Darshan, de sebzés még lehet elég a TSM játékosok, de a Hunter manája nincs meg, viszont beugrik Svenskeren! A cica hoppa gyilkosság pedig ott van a TSM-nél, 1-0! És így igazából a 8 gyilkosságban az első az már meg is van, nem, de hogy is, de az első halálnak elszenvedője Darshan természetes módon. Neki ugye a villanása is kiment, ugyanúgy, ahogy egyébként Hunternek is, tehát idézői képességcsere is megtörtént. Darshan pedig teleporttal érkezett vissza a felső ösvére, a kettős gyilkosságot már lekéste, na mindegy. Kelső fősvény, vagy mi volt? De attól függetlenül még itt van X-Mitty az alsó ösvényen is egy jó kárítása. Yellowstar kezdeményezett közben, tehát a képessége nem elérhető. Kérdés, hogy X-Mitty meddig lesz türelmes, még egy picit gyertek előre. A Piltoveri rendteremtőt talál, Afro Moon-nak a kábítása még nem jött ki, viszont egy villanás, hát X-Mitty volt a közelbe, az már kiment. Agresszív a TSM ellen, a CLG ugyanúgy, ezek a srácok mégse annyira ültek bele a negyedik mérkőzésbe. Agresszív a TSM ellen X-Mitty, hiszen eddig végigment minden ösvényen és kiszedett egy-egy gyilkosságot, sőt, nem is csak minden ösvényen, még igazából a dzsungelből is, tehát eddig 100%-os a villanás kivételi statisztikája. 6. perc felé közeledve pedig még ugye torony nem dőlt, de én úgy gondolom, hogy ez elég sokáig így is fog maradni. Hiszen standard lényeink vannak, tehát nem történt ösvény csere a mérkőzésem. Többet kell majd érkeznie Svenskerennek, de mivel nincsen villanás, ezért agresszívan ugye nem nagyon fog tudni majd előrelépni a TSM.
Nem úgy, mint Svenskeren, aki az ugrásával, mint láttuk, az első gyilkosságot is el tudja hozni. És alapvetően a Twitteren még mindig a TSM győzelmére szavaz a nép, de attól függetlenül hát, a CIA... azokat a szavazatokat számolják, ja, lehet, akkor nem is lesz más az eredmény. Na jó, nyilván nem erről van szó. De a TSM-ben mindig van valami, és most itt az alapvető szurkoló táboron kívül ez mindig egy picit meg... Tehát a lendületet, vagy valahogy a rejtett tehetséget mindig meg tudják mutatni. Vagy a küzdés. Nézd meg, Yellow Star is mit csinál. Tudta jó, hogy Afromu be fogja kábítani, de akkor még. Fölnyársalja. A közi kérdésem az volna, hogy mind a két lövész jelen esetben ilyen fejlődő lövész, skillelős lövész. Tehát a játék végső szakaszára teljesednek ki. Ez mind két lőről, mind ezréről elmondható. Ki az, aki esetleg hasznosabb lehet? Véleményed szerint, Buci. Az a baj, hogy egyrészt Tixi nagyon jó lesz majd a lassításokban, illetve a lekövetésekben, de Doublelift pedig nekik már nem nagyon kell majd lekövetnie, mert olyan távolságról fogja őket lelőni, hogy láttuk az előző meccsen is, Stixey halállazá hozta el jóformán azt a négyszeres gyilkosságot, amit végül ugye nem adott meg neki a játék, de mi megadjuk neki. Ehhez mondjuk mindenképpen kellett az, hogy a TSM ne tartsa fókuszban. Nem találkozban a lánzsa, egyébként a sárga kártya ott van, de be is ragad mókus formában, aztán az átjáróval húhi mehet, egészen a lánzsáig, aztán érkezik még a végzet is, meg a villanás is, meg minden egyéb képesség is. Egyébként X-Mitty az, aki beragadhat, de a gyönyörű szép kábítás miatt ő is futhat, aztán villanhat, na ilyen érzés, látod X-Mitty? Aztán utána még a kábítás tökéletes Svenskerenre, aki egyébként most nem talál a lánzsával, és így X-Mitty túléri ezt az akciót, és minden más CLG játékos is. De azért ez elég vékony hajszál, meg cérna, meg minden egyéb volt. Az. De nagyon szép volt egyébként X-Mitty-től a gubó, tehát az, hogy megállított a Svenskeren érkezését, az mindenképpen egy kulcsfontosságú jelenet volt, lehetett volna utána ugrani a dárda, ugye elérhető volt Nidalee-nak. Így, ha már megállítottak, akkor hozzuk el a vörös. Oh, de jó! Hát, de jó van. De jó az a vörös erősítés. De jó az a vörös erősítés, és azért Darshan is megmutatja, hogy a VLC lejátszóval ő is szeret nem csak zenét hallgatni, hanem megpróbálni megakadályozni Nidalee menekülését. De húhi, hát egyelőre nem tudott kiteljesedni ezzel a Twisted Fate-tel. Egyáltalán nem. Az, hogy ott van nála az őrző, védelmező, fantasztikus Kavicsa, az az igazság, hogy mindenre összpontosít, csak a sebzésre nem. Tehát ő inkább az ösvényen való tartózkodást helyezi elsőként, úgymond, hát ezt priorizálja, és valószínűleg korokpálcája lesz ott, így van, készül rajta egyértelműen. De, ugye... Én a CLG csapat kompozíciójában pont azt tartottam volna előnyösnek, hogy ugyan beszéltetek arról, hát nyilván akkor még hallgattam a durusló hangotokat, hogy Björzön Lulujával, meg ugye az egész TSM-mel, Caitlyn, stb. Inkább a későbbi szakaszra megy rá a TSM. Még egy CLG Twisted Fate-tel tökéletesen jól lehetett volna érkezni rajta ütésekre, és akár a játék korai szakaszában már elhozni jó kis kalpokat. Doublelift lenne bajba, de itt van X-Mitty, teleportot hoz most, gyengül a teljesítménye, de legalább idézői képességet kicsalt ismételtem, óriási csúszdázás, a CLG kezdeményezett, majd ennyi. Majd a TSM reagált rá, így van. Az pedig, hogy véletlenül két teleportot hallottatok, az ne tévesszem meg senkit, csak egy teleport érkezett, az is Björgzentől egyébként, tehát nem a felső ismény, és Gragas jött volna. És erre válaszol a CLG-nek, lett volna két darab teleportja is, hogyha minden igaz, viszont ebből egyet sem aktiváltak, hiszen megköszönik az ingyen idézői képességet, aztán utána elhagyják az alsó ösvényt. És pontosan Húhi az, aki egyébként tud vezetni farmolásnak köszönhetően annak, hogy az ösvény fázisra helyezte első körben a hangsúlyt, és azért ő is elhasználta a végső képességét, majd most jár le róla az idézés, és ott hagyja egyébként a két kicsi. Ez a... konkrétan megnézte, hogy ezt már kifosztottam, jó? Nézzük, ott még van valami? Azt még jó, jó, jó. És egyébként... 13 azért a szép előny. Húj, közben bajban lenne, de nincsen, mert egyszerűen hihetetlen jó szalomozási képességei vannak. X-Mitty-re viszont érkezik amúgy közben Svenskeren is. Itt az alsó ösvény környékén, vagy ha más nem, azokat a krugokat elhozza, hogyha már X-Mitty ott hagyta neki.
De Svenskeren Nidalia amúgy megteheti, hogy a Vörös Szeder hátnál azt a táncot játssza-e, aminek ugye előbb szemtanúid lehettünk. Teleport. A sors keze, az a pozíció, csíz mellé megy közben végzetes hullám, és 5 ember van itt a CIG-től, Yellowstar még védi double liftet, viszont a térugrása is minden elegyébe végül Strixie-el hozza, de meghal! Közben X-Mitty is a torony, mindenkit lő, a torony még meddig sebez eddig, és így el tud menekülni. Vajon a CIG csapat a új sárga kártyája le fog járni, ki kell adni magából? Nem tudja! Pontosan ki tudja adni, csak nem jár le. A lényeg az, hogy ettől függetlenül Björző befejezi stílusosan. Ne kösd bele a pixibe. Gyönyörű szép volt egyébként ez a csillámpor aktiválása, vagy a Q képesség aktiválása, így igazából 3-1-re módosul a gyilkosságok állása a TSM javára. Az érkezés az szép volt a CLG-től, viszont az akció kivitelezése az már kevésbé. Ráadásul talán Afromo, mintha egy kicsit korán kezdte volna meg ezt az egész megfogyasztom a tornyot akciót. Minden esetre az biztos, hogy a TSM is el tudott hozni egy választornyot, és a másodikat is szeretnék az alsó ösvényen. Pontosan ő is a visszajátszás, amikor a toronyra, illetve double liftre talál végső képessége Afromónak, és konkrétan kábítástól óvja meg double liftet, aki még egy darabig azért él, viszont Stixé be tudja fejezni egy jó kis térugrással. A Pók az pedig ahogy fölment, úgy jó konkrétan a hátára esett, és az azt jelenti, hogy meg is halt, így ugye egy-egy és a tornát is még el tudta hozni. A CLG viszont utána azzal, hogy talál a dárda és még rá is tud ugrani Svenskeren, és az utolsó kis csillámpor, az mindenképpen fontos. Bármennyire is be lehetett kábítani azt a Lulut az aranykártyával, mégiscsak ő nevetett a végén, tehát ő volt a nevető harmadik, és ki tudott egyenlíteni a felső ösvényen, a tornyokban a TSM, ugyanis Hauncer nem érkezett le neki, akkor még nem volt teleportja, most már van, hanem elhozta azt a külső tornyot. Illetve az, hogy Yellowstar tudta kézbesíteni Pixit, megint csak mutatta, hogy mennyire tökéletes a kommunikáció közte, illetve Björzen között, vagy egészen konkrétan azt is mondhatjuk, hogy a TSM-nek a csapat harca mennyire hibátlan. A CLG közben gazdagodik az első sárkány jelzővel, ami azt jelenti, hogy megvan a plusz fizikai és varázssebzés bónuszuk. Erre a TSM egy hírnökkel fog válaszolni. És ezt szeretnénk kiemelni Björzen egész játékában, amikor Lulu van a kezébe, komolyan olyan, mint hogy a három monitoron játszana. Tehát látod azt, hogy merre megy, látod azt, hogy jobbra kioszt egy vadon szavát, balra valakit mókussá változtat, közben amúgy a csillámporral mindenkit megszor, és mellette még amúgy lehet, hogy telefonál is, azt nem látjuk akkor, mert nincsen élőkép, most jelen pillanatban általában rajta. Lényeg a lényeg, a multitasking királya ezzel a hőssel, és ez nagyon sok szituációban már megjutalmazta önmagát. Kulcsfontosság. És természetesen telefonál, mert ugye beszélnie is kell közben a csapattársaival, tehát ugye az is még egy dolog, amire mindenképpen oda kell figyelnie. Afromónak pedig majd legközelebb arra kell figyelni, hogy hogy tudja majd a csapattársait még jobb pozícióba hozni, illetve ténylegesen azt a három kábítást, amit ugye három különböző játékos is ki tud osztani magából, azt valamilyen szinten vagy több emberre kell érkeztetni, vagy vonatszerűen egymás után, és minél több időre elkábítani valakit. Svenskeren pedig megint csak lesújtja ugye a legnagyobb éjj farkast, ezzel megkapja majd a rálátást. És az milyen kis cuki farkas volt, megölted a papát, és még lement jóformán a kék erősítésig, és még a Grompot is el tudta lopni, meg is mutatkozik már 10 szörnyel vezet. Hauncer, ráadásul még a robbanékony oldalát is elhasználja a farmolása. Dársan a torony alatt, ráadásul még egy teleport is, ez Björzen lesz a gubóval, ott lehet hagyni a Hauncert, de ő fut, nesze neked még, akkor itt van egy lejátszó is az arcodba, de Darshan, Afromo és X-Mitty triója végül megmenekült, és mert X-Mitty arra járt, ezért egy időzői képesség kiment a TSM oldalára. Nagyon érdekes X-Mitty-nek a játéka jelen esetben, hiszen az első 5 percben ő, hát szerintem az egész mérkőzésre úgy gondolta, hogy lejátszotta magát, és akkor most egy kicsikét, mintha kivette volna magát a mérkőzésbe, hiszen nincsen még meg 15. percnél a dzsungeles tárgy erősítése. Remélem, hogy hamarosan hazatér és befejezi ezt is, hiszen hogy amíg ez nincsen meg, addig látványosan elkezd csökkenni a dzsungel haladási képessége, azaz a tábor írtási képessége konkrétan. Van neki ugye egy fénycipője, és meg kellett, hogy vegye a plusz rálátást a látókül képében, de attól függetlenül az a mértékű hátrány, amit így okozott magának, illetve a haladásában, az már most látszik. És a csapatának is, mert hogyha már be tudta volna fejezni
a rúna vízhangot, akkor alapvetően még azért sebzés is lett volna egy kicsi azért mindenképpen abban az Elisben, ami most már így a 16. perc tájéken nem feltétlen fog úgy megmutatkozni, mint ezt mondjuk a játék korábbi szakaszában láthattuk volna. Stixé pedig végső képességét minion takarításra használja, hogy a középső ösvényes tornyot meg tudják menteni. És igen, kettő darab szint különbség van Exmity és Svenskeren között. Svenskeren úgy gondolom, hogy na most elindult, ott vannak a támogatások, ott vannak a gyilkosságok, bőven tud ellen dzsungelben folyamatosan táborokat, és nem is igazából táborokat, csak a főbb-főbb egységeket elhozni, ezzel ugye folyamatosan késleltetve az újra spónolásukat ezeknek a szörnyeknek. Teljesen jó játék. Végzet közben érkezik is, sőt a bárd végső képesség is. Egyetemen Hui érkezése végül Svenskerenre volt jó, de a Gubo nem talál, így el tud menekülni az a cize. Afromo életreje csökken, közben Stixey Hello a Hordónak, minden esetre végül Exmity az, aki ott hagyja mind a 8 lábát és méreg fogait is. Emiatt a TSM oldalán az ember erőd 4-re változik az állás, a középsősvénén ez a torony le fog dőlni, és menne tovább a TSM, de Svenskeren megesz egy fantasztikus kombót, Stixey pedig egy gránátot, BOOM! Hui! Levette háttal, viszont a torony továbbra is életerő problémákkal küzd, nem küzd vele, hanem inkább összeroskad, kettő tornyot hozzá a TSM és egy Smithit. Aki egyébként abszolút megérdemelte ezt a halált. Nézd meg, még most sem lesz meg neki a Rúna visszhang kiegészítése. Minek van? Egyszerűen ilyetetlen a számértékű lemaradás, amit sikerült kialakítani abból az előnyből, ami volt. A kezdeményezés Yellowstar-ra érkezik, majd utána Svenskerenre fordul Afroma és Hui párosa. Exmity villan is ezért, de sajnálatos módon nem talál Gubuja. Ennek köszönhetően viszont Svenskeren fordulhat vissza a már megnagyított Svenskeren. A háttérben pedig, illetve a csata másik felén Hunter az, aki végső képességével Exmityt a lehető legjobb pozícióba tudja tessékelni, de sem viszont végső képessége miatt eléggé tankos az, hogy őt ne lehessen befejezni, még ha rossz pozícióban van is. És kifejezetten jó volt Hauncernek az érkezése, ugye pont ezt beszéltük Mumussal, hogy ez a Gragas pont erre lesz jó. Nem arra lesz jó, hogy a saját ösvényén gyilkosságokat hozzon és lezabálja főleg egy Trundle-nek az arcát, hanem egy jó teleporttal, egy jó csapatharcot úgy tudjon kezdeményezni, hogy három embert is visszadobott a CRU-től, miután ugye Björgsen megmentette Svenskeren életét, tehát nem voltak ember hátrányba, meg tudták utána ölni Exmityt, és kettő darab tornyot elhoztak, az rettentő nagy előny most a TSM-nél, meg is mutatkozik ez már aranyban is, 3-1 a toronyállás, ugye egy sárkányt el tudott hozni a CLG, 20 másodperc múlva jön majd a második játék második sárkányát, de az előny így a játék közepébe érkezve, közepe tájékára érkezve. Gubo! Hauncerre ráadásul még ott van egy végzet is. Hugi. Ez a végzet mondjuk úgy, hogy nem igazán tudta. Ez a végzet nem teljesedett benne. Alsősvén még egy tornyot hozzá a TSM, így már majdnem 6000 arany különbségről beszéltünk, kevesebb mint 19 perc alatt, na jó, pont 19 perc alatt. És így mehet is még tovább a TSM gárdája, hiszen a kezdeményezés rossz, végső képesség kiment a CLG-től erre reagálni, talán nem tudnak időben, de nincsen elegendő minion esetleg? Esetleg, viszont a három csap tökéletesen zónáz, Darshan pedig Narcissusosat játszik a fősősén, egyedül megy tovább, beszéltünk is róla a mérkőzés elején, hogy ezt a szerepet tudja, akarja-e tartani, hibátlanul alakítja ezt a szerepet. Ugyanehhoz egy tornyot a TSM, elhoz még egy sárkányt is, de legalább Darshan valamit próbál kompenzálni ezen összecsapás során, viszont hát érkezik Hauncer arra az ösvényre, itt vége is lesz a troll karrierjének. Illetve titánhidrát vásárolt Darshan, nem is a vérszomjasat, amit például Gemsu tett meg tegnap. Tehát tankosít a trollunk inkább, mint a sebzés irányában vonulna el, és befejezte Exmity a kiegészítőt a dzsungeles csatározók szabjáján. A Rúna visszhang innentől kezdve elérhető most már Elisnek is, nem csak Nidalee-nak, aki közben már befejezett egy Rael kristálybotját, tehát a folyamatos lassítgatás az ott lesz, és Björgsen is már vásárolt magának egy félhold csapást, így könnyedén tudnak akár ösvényeket megtolni, és külön is mehet majd, mert egyrészt van teleportja is, kettő darab teleportja van a TSM-nek elérhető, a CLG-nek jóformán 3, de eddig nem nagyon tudta Hui a végzetét úgy alkalmazni, hogy abból gyilkosságot hozzanak el. Kezdeményezés megvolt, a kábítás általában kijött,
de attól függetlenül gyilkosságot nem tudott elhozni. Egyszer sem a CLG ebből a kezdeményezésből. Összességében én csak annyit szeretnék jelezni, hogy a CLG oldalán kettő darab lencse van, így sokkal jobban tudják, kellene tudni takarítani nekik az őrszemeket. Valamint van egy látókő X-Mitty-nél, míg Svenskerennél ez nincsen meg. Tehát szinte az összes mutató azt jelzi, hogy neki kéne az őrszemjátékot uralni, de a TSM, a TSM-nek a dominanciát mutatja, hogy egyszerűen egy csomó területen nem tud mit csinálni a CLG velük, se takarítani, se pedig pótolni a kilőt. Az egy csomó megvillanás volt. Hát... Ó, vissza! A feladónak! A sebzés minden esetre nem ugyanannyi, de a minőnöket tudta takarítani Eastixé is. És ennek köszönhetően éppen, hogy be fog dőlni a középső ösvény Invitort védő tornya. Mit csinál? Közben húja az alsó ösvényt, próbálja tovább tolni és egy toronnyal szépíteni a helyzeten, hiszen a felső ösvényen hát próbál védekezni a CLG. Minion takarításuk, azt hagyjuk. Igen, igazából Huhi visszavonult és a TSM-nek a déli dzsungelébe bekukkantott, maradjunk annyiba, hogy esetleg talán érkezik-e valaki az alsó ösvényre. Pedig jó az őrszem játéka, tehát az egész alsó ösvényt és a két déli dzsungel teljesen le tudja fedni a CLG őrszem hálózata, így akár nyugodtan lehetett is tovább menni, viszont egy inhibitor tornyot, illetve egy T2-es tornyot a felső ösvényen cserélt be a TSM, úgyhogy a CLG csak az alsó ösvényen tudta elhozni szintén a belső tornyot. Folyamatosan a TSM nyer minden célpontra való érkezést, általában, hogyha csata van, azt is. Nagyon-nagyon nehéz ez innen a CLG-nek hát visszakapaszkodni a meccsbe. Egy baronnal sor talán. Szóval nem lehetetlen, ne feledd, de hogy azért ja, nem. Nagy célkitűzés a TSM-nek, hogy megvédjen valakit. Én most jelen esetben Svenskerenet vagy Double Liftre gondolok leginkább. Tehát ha van lehetőség a CLG-nek kikapni ezen két karakter közül az egyiket, vagy mindkettőt, nagy isten, onnantól kezdve a TSM-nek hát súlyos problémái lehetnek. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az őrszem hálózat miatt, ami sikerült felhozni a TSM-nek, illetve alapvetően a pozíciós miatt erre nem kéne, hogy legyen lehetőség a CLG-nek ezen a mérkőzésen, de legyünk őszinték, volt már ilyen hibája a TSM-nek a mai nap folyamán. Összességében X-Mitty-nél látjuk azért a tankosítás. Hát ugye nála kezdődik, alapvetően a TSM oldaláról fogalmazhatunk így is, hiszen nagyon fontos, hogy egy Igió, egy Légió égisze ott van nála. Ami azért Björzsönnek és Svenskerennek és Haunzernek is csökkenti a sebzését. Igen, egyszer megtanulom majd a nevét, na mindegy. A lényeg, hogy mágikus ellenállása most már van az összes CLG-s játékosnak, amennyiben a közelben van X-Mitty, de már láttuk számtalanszor, hogy ő amúgy a csata elején el tud vérezni, és akkor fabatkát sem ér, se az Égió, se az Égisz. Ugyanígy ezt el lehet mondani a Yellowstar-ról is, aki szintén rendelkezik már ezzel a tárgyal, és lassan az Iron Solari medáljával is, ne haragudjatok, de a stúdióban már... Egyrészt meleg van, másrészt Pierce nyitogatja az ajtót, mint egy idióta, hogy jöjjön be a levegő, úgyhogy egy kicsikét furcsa itt a szituáció. Miközben amúgy mindannyian cukormérgezést kapunk, mert kaptunk egy ami nagyon finom, csak hát ugye a fantasztikus ebédes vagy uzsonnás nénik, vagy nem tudom, konyhás nénik, azok sírva könyörögnének a receptért, mert isteni, isteni. Amúgy tényleg nagyon jó, köszönjük szépen, Pierce. Új, közben befejezte a Zonya homokóráját egyébként a középső ösvényen, ez a második tárgya. Ez azért nagyon jó egyébként neki, ne haragudj, mert vagy Aframu kezdeményezett egészen idáig, vagy Huhi, aki így most már ténylegesen merhet kezdeményezni. Jó, fia, lenne most egy sorskezel. Opa, lenne, de Aframu nem húzza meg a ravaszt, pedig nagyon egy helyen vannak, lehetne kezdeményezni, csak hát kikövetni, ugye? Úgy van! Double Lift-et lehet elkapni, valamint pár minion, Double Lift ezért túléri ezt a küzdemet, Yellowstar egy igazi csillag, de mikor fog elhullni? Most belöki darsan, nesze, én nem hullok el, jó közben új pozícionálása, de Svenskerenben van élet, Björzön mit csinál? Amit kell neki, Double Lift most már vadon szavával pörög, darsan, ennyi kész, valamint X-Mitty ismételten le fog zuhanni, de most egy minióra. Ó, szevasz, közben Stixé, Huhi, sárga kártya, Björzönre, van pakli még,
Van meg amúgy pár TSMS is. Ó, hát az, az kutya füle. Egyet cserél a két csapat. De én ebbe többet is beleláttam volna. És nincsen ott a Twisted Fate-nek az a sebzése, köszönhetően annak, hogy egyébként nagyon el volt nyomva eddig a meccsen, főleg a saját ösvényén, hogy ilyenkor láttunk már nem egyszer-kétszer olyan játékot is, miközben jön a visszajátszás, és ez csak double liftre jó, de kijön a lassítás, amivel nagyon nehéz lekövetni az egész csapatot, ugye Björgzöntől. És végül egyébként Yellowstar kicsit rásegít még a CLG játékosaira, hogy hát ha így jobb lesz majd a csapatharc, sőt még Haunzer is megteszi ugyanezt, viszont a végső képessége Lulunak double liftre jön ki, így könnyedén elhozza az egyik gyilkosságot. És ugye Huhi az, aki a végzettel az egész TSM mögé képes érkezni, viszont nincsen sebzése még Twisted Fate-nek. És pont azt akartam mondani, hogy mielőtt kijött az a visszajátszás, hogy nem egyszer láttunk már olyan szituációt, amikor így a csapat mögé érkezett egy Twisted Fate, és azt mondta, hogy jó, akkor én most még itt kitáncolgatok, lesebzek mindenkit, majd szépen úriember módjára elvonulok. Most arra sikerült még csak befejezni a ragyogást is egyébként. Hát most, ahogy hazatért, tehát ez az előző csapatharcban még nem volt meg neki, pontosan a sebzése az hiányzott is, nem véletlenül. Illetve az Iron Solaria, ahogy mondtuk, X-Mity, hát sikeresen befejezte ezt a tárgyát is, rendkívüli módon rákapott erre a haladásra. Egyébként Svenskerennél lassan már az anya homokórája készül el, miközben Yellowstar tankolja a Baron, de 28 percnél azt hiszem, hogy ez több mint puszta tankolás. Mind a két felsőösvényesnek van teleportja, és a Baronnasör környékén, hát nem a közvetlen közelében, de azért 8 játékos táncol. Összességében amúgy nagyon szép volt Huinak az elképzelése, hogyha Björgzön ugye megteheti azt, hogy hátulról folyamatosan támogatja a csapatot, akkor még vagyunk elegen, és legalább megpróbálom elterelni a figyelmét. Ez végül is sikerült is, tény és való, hogy nem úgy alakult a terv pont az általatok is említett dolgok miatt, de a reakcióját a CIG-nek a körülményekre én amúgy alapvetően megfelelőnek tartom. A TSM is kihozhatott volna talán ebből többet, mindegy, így alakult jelen pillanatban ez a szituáció, és a CIG továbbra is küzd az ellen, hogy a TSM például egy embert ki tudjon kapni, azért lesz ott valószínűleg egy második Iron Solari medálja, a bónuszpajzs is jól jöhet, de most így miközben beszélek, ugye akár a vezérzászló is még játszhat a promónál. És alapvetően is eléggé fájdalmas tud lenni az a bárd, gondolj bele, ha még 60 varázsörőt kap is emellé bónuszba. Konkrétan így fognak majd szólni az ellenfél játékosai, miközben egyébként Björgzön harmadik tárgyként be tudja fejezni a Luden visszhangját, így neki most már a minion takarítási képessége az egekbe szökött, a miközben... A pénzet elérte a minionokat. De nagyon. Ó, igen. Azért ekkora lustaságot ritkán látni LCS-be. Korrekt. Ezzel csak gyorsan fel szerettem volna tolni a felső ösvényt szerintem, miközben a TSM a középső ösvényen halad, és az arany lemaradások így is már 7000-re tehető, tehát harcolni azért talán nem volna tanácsos, inkább csak farmoljanak és húzzák az időt a CLG játékosai. A játék végső szakasza úgyis majd erős lesz számukra is, mondtuk a választásokat, bár tényleg vagy az is inkább a TSM-nek kedvez, az egy-két elkapást pedig nem tudják egész egyszerűen kivitelezni. Nem tudják, mert meg fogja védeni, és nem feltétlen Lulu, hanem még ott van Haunzer is, aki teljesen át fogja pozícionálni őket, bármikor is érkeznének egy egyemberes gyilkosságra. Stixei közben egyébként már építi a letisztított királykardját, ebből ugye a Bilgewater is szabja van, meg a Malmorcius bendéjéből megvan már neki az átoknyelő, tehát már puszta pajzsa is és tankossága is van. Tehát ő is szépen lassan épül, és neki is meg lehet majd a sebzése. De itt van Svenskeren, akiről már beszéltünk, hogy a Zonya homokorejét ő is be tudta fejezni. Double Leaf-t pedig egyre nehezebb lesz elkapni, mert ő is az Eleven szabját már befejezte. Tehát van plusz egy olyan menekülési lehetősége, amit hogyha érkezne a kábítás vonat, ami a CLG-nél van, akkor egyből mindenképpen ki tud majd szabadulni. 30. percben járunk, 5-2 a gyilkosságok állása, és 7-3 a torony előnye a TSM-nek, ami talán sokkal jobban fájóbb. Ebből egyrészt bőven van aranyelőny, bőven van rálátás előny a pályára, és nem nagyon tud kimozdulni kb. A 2-T2-es tornyok vonalából a CLG, mert hogyha jobban kimozdul, akkor egyszerűen büntethetőek lesznek, nem feltétlen tudnak
a pálya közepéig tudnak jóformán elhelyezni Örsze, meg hát az alsó ösvény az megint nagyon szépen kordában van tartva, így akár oda lehetne érkeznie, vagy Huhinak, vagy Darsannak. Probléma pedig igazából az, hogy a TSM addig-addig hozta a mérkőzést, hogy mostantól megint csak egy csapatharc a mérkőzésbe kerülhet már lassan, és a piszkálódása úgy néz ki legalábbis, hogy a CLG-nek jobb, hiába van Nidalee a TSM oldalán, Stixé másodpercenként kilövött misztikus lövedéke fájdalmasabb, legalábbis hosszú távon, és az, hogy gyakrabban érkezik a sebzés, szintén szemmel látható, Svenskerent pedig odébb tudja tessékelni Afromu. Igen. Összességében én arra lennék nagyon kíváncsi, itt vagyunk a 32. percben, hogy mit gondoltok, srácok? Azért eléggé passzívan játszottak eddig a srácok, köszi, meg is kezdik a baronnasor, így van. Mindegy, mert így a gondolatmenet, amire kíváncsi voltam, igazából egyelőre aktualitását veszti. Közben érkezik a végzettel, Huhi, lehet, hogy rossz helyre nem, mert ha Uncer robbanékony hordója talán még jó is, hogy nem jött ki. Szóval az érdekelne, hogy mit gondolsz például Buci, a TSM-nek mik a win conditionjei, mivel tudna nyerni, mondjuk egy baronna sorra? Ez mindenképpen nagyon sokat segítene, de közben Darson az alsó ösvényen van, neki is van teleportja, és megkezdi a TSM. A játék első baronna sorját nézzük Caitlynnek a csapdái, gyönyörű szépen. Wooo, szervusz Yellow Star, hulló csillag, vagy legalábbis sétáló csillag, megérkezik közben Darson és gyönyörű szép kapitás Afromutól. Darson ott van az első sorban, XPT érkezhet, lejön, 2000 életre a baronna sor, 1600 közben gyilkosság van-e, nincsen. XPT, de baron lopó, csávó, megy is a CIG, fut, a CIG ki tudja hol áll meg. X-Mitty meghalt, de a baronnasor erősítés ott van a CLG-n. Huhin már nincs. De így azért mindenképpen három ember még fog majd ezzel az erősítéssel kijönni. És kérdés az, hogy meg tudják-e védeni a bázist. Ezt az inhibitort minden bizonnyal elhozza a TSM, bár azért Stixé hátulról tud majd lövöldözgetni. De Darsan pedig az alsó ösvényen az inhibitort védő tornyot szekálta, és onnan kellett neki fel teleportálni a baron nasorhoz. Nem, persze. Ezt még egy régebbi vitára visszamenőleg próbáltam mondani. Nem, két kollega között zajlott. A lényeg, hogy összességében az inhibitort onnan ledölt. Második inhibitort nem tudott elhozni a TSM, de azért egy baron nasor erősítés szerzett csapatnál ez is jó lehet, csak kérdés, hogy túlvállalták-e magukat. Huhi mindjárt érkezhet egy teleporttal, túlságosan mély őrszem nincsen, amivel a csapat mögé érkezhetne, de még akár egy bázisvédővel is megoldhatja az egészet. Így van! Utána pedig jöhet a sors keze. Pontosan nem a sors keze, hanem a végzet, erre gondoltam egészen konkrétan. Közben egy teleporttal Björzen is Darsan életreje nagyon sok. Megvan, megvan a Fromu közben, hihetetlen gyors halált szemed, Björzen ott van a háttérben, nagyon jó a vadon szava, meghal ráadásul Darsan is, X mit csinál az az Elisad, meghal, húi! Nem kap halálpontos lövés, Stixé amúgy közben kiéri abszolút, amit kiélhet ezen a meccsen, de nem hoz gyilkosságot, sőt, megtiszteli őt a TSM, és ő teszik meg utoljára, de ettől függetlenül ász! A 35. perc elején, és a TSM nem adja egy könnyen magát. Hiába vezetett 2-1-re a CLG, most jön ott a teleport Hauncertől, és a nagy ember meg a barátai be fogják dönteni ezt a Nexus tornyot. A CLG elgondolkodhat azon, hogy mit csinált rosszul, amúgy a TSM is, de ettől függetlenül kiegyenlít a TSM, és ezt a döntőt nem ússzuk meg öt mérkőzés nélkül, de nem is akartuk megúszni. Én nagyon csalódott lettem volna, ha ez az összecsapás nem öt mérkőzés hosszára nyúlik ki. Tény is való, hogy mind a két csapat kicsikét, hát a négy mérkőzés hossza alatt már-már hibázott, de ezen az összecsapáson szerintem a higgadsága a TSM-nek teljes mértékben kifizetődött. Abszolút, abszolút, azt kell, hogy mondjam, hogy hideg fejjel ültek le a srácok, ugye pont még a játék elején arról beszélgettünk itt ketten, hogy mi lesz Double Lift-tel, hogy viselte azt, hogy most akkor elindult a CLG és 2-1-re vezetnek, és én azt kell, hogy mondjam, hogy Double Lift nagyon-nagyon ügyesen játszott, illetve meg is kapott minden támogatást, nem csak Björgzön Lulujától, ott volt azért még Svenskerennek a Nidalee-ja is, illetve ott volt Hauncer, Gragasa, és akkor nem beszéltünk Yellowstar. Tehát, hogy
tényleg ezt az egész csapatot, én úgy gondolom valamilyen szinten double lift köré fölépítették, azt mondták, hogy jó, nekünk is jó az, hogyha időben eltelik egy kevés idő a játékban, de azért nagyon szépen tudott hátulról lövöldözni ezzel a Caitlynnel, gyönyörűek voltak a mentései, és hogyha nem szedett ki Caitlynt, akkor megmutatta az előző meccs végén Stixé, hogy mire lehet képes ez a lövész, most pedig jó felem az egész meccsen, double lift. Ezzel csak részben tudok egyetérteni azért, mert ha eltekintünk attól, hogy double lift megkapott egy Caitlynt, a Lulu akkor is baromi hasznos volt. Sőt, igazából az első gyilkosságok tömkelegében ő is ott volt. Ezen kívül a Nidalee választás Amerikában az egyik legfontosabb dzsungeles választás. Tehát két olyan kulcsfontosságú karaktert megkapott a TSM, amit alapvetően nem tudom, hogy hogyan engedhet meg nekik a CLG. Az, hogy a Caitlyn is oda került, az pedig már csak az egésznek a sava borsa, tehát... De olyan karaktereket kapott, nem lett volna olyan nagy baj. Az első meccsen is tudták úgymond ellen súlyozni Nidalee. Még most is jól indult meg Exmity ellene, és mégis ő volt az, aki az elszenvedője volt ennek a Nidalee választásnak nagyon, végül. De csúnyán. Ez most egy másik kérdés, hogy saját hibájából, vagy azért, mert Nidalee volt az ellenfele, de akkor is meg tudták büntetni azt az Elise-t. Nagyon meg tudták büntetni, és amúgy abszolút. A rotációból egyszerűen sokkal jobban jöhetett ki Svenskeren, és én úgy gondolom, hogy összességében nagyon, de nagyon jó elképzelése volt megint a TSM-nek ebbe az egész küzdelembe. A Svenskeren jókor érkezett, meg nem egy akció volt, amikor ugye a kommunikáció ki lett emelve a TSM játékosai között. Viszont, hogyha jól számoljuk, akkor, és így folytatja tovább a TSM, akkor most egy CLG győzelemnek kéne jönnie, tehát vagy rájönnek arra, hogy hogyan tudják továbbvinni a következő mérkőzésekbe ezt a rendületet, vagy pedig hát sajnos a CLG fogja fölemelni ezt a kupát, gondolja ezt a TSM. Mi viszont arra gondolunk most, hogy átadjuk a szót az elemzői asztalnak. Mumus és Ajovin, tiétek a szó. Üdvözlünk mindenkit itt a mai napon, vagy inkább éjszakában, ugye hát túl vagyunk a negyedik mérkőzésen, és ahogy tanáik is mondták, ne ússzuk meg az öt mérkőzést, nekem legalábbis legnagyobb örömömre egy döntő igenis legyen öt mérkőzéses, 2-2-re tud szépíteni a TSM, mik az általános meglátásaid ezzel a meccsel kapcsolatban? Úgy tűnik itt a csapatok hát egymást pofozgatják, egyik másik, és én szerintem eddig nagyon jó ez a széria, szóval régóta nem volt ilyen, hogy tényleg ennyire kiegyenlített a két csapat. Ugyanazt a playstyle-t játsza mindenki, ugye ebben metában csak ez lehet, és mindketten nagyon jól játsszák ezt a playstyle-t. Szerintem én még mindig úgy vagyok, lehet TSM rajongó is vagyok, meg minden, de... Knauz biztos szeretne most téged. Lehet. És én mindig úgy vagyok vele, hogy szerintem a TSM azért jobban játsza meg az egészet. És a meccsek is azon dőlnek el eddig, hogy ki az, aki az elején megszerzi az előnyt, és eddig nem történt meg az, hogy eladták volna az előnyüket, hanem mindkét csapat a TSM nagyobb sikerekkel, de végigvitte az egészet. Ebben a játékban a TSM is egy picit megingott, nem egyből fejezte be, amint megvolt az előny, de látható volt, hogy nagyon szépen miden leszettek egy inhibitor tornyot, egyből mentek topra, nem hezitáltak, egyből mentek topra, leszették azt is. És tényleg objektívről objektívre, nem sok időt pazarolnak az objektívek között, mennek, és hát be is fejezték a játékot elég ügyesen. Igen, és hát ugye a végső eredmény az ugye 12-2 lett, ami szerint nyilván azért ezt el szoktuk mondani, nem csak a gyilkosságokról szól, de úgy érzem, hogyha végignézünk most ezen a két csapat kompozíción, ugye a TSM egyértelműen egy csapatharcorientált kompot hozott el, míg ezzel szemben hát igazából a CIG sokkal passzívabb ösvényeket, illetve egy esetleges váltott ösvénytolást, az a split push taktikát szeretett volna alkalmazni, viszont úgy érzem, már csak a gyilkosságok számából is, hogy a TSM ezt nagyon jól tudta counterelni lényegében, mert igenis kialakították azokat a csapatharcokat, és végül is azért tudtak 12 gyilkosságot legalábbis szerintem elhozni, mert hogy jobban játszották meg a saját kompjukat. Igen, hát jobban is játszották meg a kompjukat, meg szerintem az ő team kompjuk nagyon jó volt,
a CIG-nek a Team Compiance-t. Uh-huh. Szóval bepikkelték a Twisted Fate-et, uh-huh. ezt az előző szériában is láttuk, uh-huh. hogy próbálkoztak Twisted Fate-el, akkor nagyon rosszul sült el, mert rossz volt a komp, meg Perksnek nem volt ez a élete játéka. Hát ez biztos. De most viszont egy Barddal együtt hozták. Ugye Bard az a hős, aki már előállítja ezeket a pick helyzeteket, aki uh-huh. leultizik valakit, és onnantól már csak a damage-et kell ráosztani, uh-huh. hogy elkapták, jó, most jöhet a damage, most meg fogsz halni, de... De a halál valahogy elmaradt. A halál elmaradt, mert nem volt rá damage. Ugye Ezreal ulti tudott jönni, Twisted Fate combo tudott még jönni rá, de az nem olyan sokat sebez. Uh-huh. Főleg, hogyha van egy Lulu a csapatodban még, meg egy Nidalee heal, meg... Igen, és igazából a Nidalee lett volna a következő kérdés, amire ki akartam térni, hogy... ugye ezt igazából a CIG mondhatni átengedte a TSM-nek, sőt, mi több, erre rákombóztak még ugye egy Trundle és egy Elis választással. A Trundle-t még esetlegesen azt mondom, igen. hogy oké, okay, Darshan-nak lehet, hogy volt vele terve, de ugye eleve látták már, hogy Nidalee lesz a dzsungeles. Miért kellett szerinted ennyire korán már egy Elis-t, aki ugye ezért nem egy top tier választás a dzsungelbe elhozni, ennyire titkolni akarták szerinted a kompnak a többi részét? Vagy megérte ez egyáltalán nekik? Mert szerintem nem. Nem tudom, hát Elis lehet nem volt fontos pick, nem volt már erős pick, amit el akartak hozni ilyen korán. Uh-huh. Én ezt nem tudom, szerintem, hát tényleg nem tudom. A Trundle nem jött be igazán, ahogy uh-huh. láthattuk. X-Missy-nek az Elise is olyan volt, hogy hát a 15. percnél se volt meg a jungle item, ami most hát az miért? Hogy mint? Mi áradban vagy? És így viszont Svenskeren pedig még, amikor nem is ment el annyira a csapat, nem uh-huh. kezdett el TSM Snowball, ez már akkor 2 szinttel felette volt. Szóval láttam, volt egy pont, amikor X-Missy 9-es szintű, Svenskeren 11-es szintű, uh-huh. X-Missy nem genkelt semmit, csak a jungle-ében üldögélt, Svenskeren még genkelt is mellé, szóval... Hát igen, mondjuk azért az első ugye pár percben X-Mitty egész jól megindult, igen, nagyon sok flash-t, azaz villanást ki tudott szedni a játékosokból, de a későbbiekben ezeket a veszteséget, amiket ugye okozott a TSM-nek, nem tudták ugye gyilkosságra fordítani, és hát azért, hogyha végignézzünk a 3 kontra 10 tornyon, illetve egy sárkány, igaz, X-Mitty-nek volt egy nagyon szép baronnasor lopása, de így az objektívákra sem nagyon érkeztek, tehát se gyilkosságok nem volt, objektívát sem hoztak, és igazából farmolásban sem tudtak nagyon elhúzni. Pontosan. Hát, következő game-ben meglátjuk. Úgy tűnik nekem még az is, hogy ez a Caitlyn nagyon kell Stixey-nek, mert Ezreal-en lehet, hogy ő nem teljesített, de lehet, hogy már nem tudott teljesíteni, mert a csapat túlságosan visszaesett. Uh-huh. Ezt nem tudom pontosan, de... kényelmesebbnek tűnt neki az a két, uh-huh. az biztos. Az időnk viszont hamarosan lejár. Egy nagyon gyors utolsó kérdés. Mi az, amit legelőször változtatnál a CIG-ben? Mi az az egy pick, amit mindenképpen kicserélnél valami már? Vagy mi az, amit mindenképpen hoznál a helyükben? Trundle-t, Elise-t, Twisted Fate-et kicserélnem igazából a fele tímet. Egy Maokai sokkal jobb lett volna szerintem Darshan-nál. Uh-huh. X-Missy-nél jobb lett volna egy Kindred, ugyanúgy, hát metát hozni, miért ne? Hát ugye a lehetőség megvolt, viszont ezzel nem éltek, mi azonban elmegyünk most egy gyors szünetre, de ne menjetek sehova, hiszen érkezik a mai nap utolsó mérkőzése, 2-2, ki fogja elvinni? TSM. Ott a válasz, sziasztok!